Álmodtál? Igen. Én anyád kenyeréről álmodtam. Épp kivette a sütőből. Álmodj tovább, ha enni akarsz. Nincs mit ennünk, és a kövön alszunk. Kezdek túl öreg lenni ehhez. Munkát kell találnunk. Igen, gyere. Honnan tudtad? Csak találgattam. Jézus. Jeremy Sisto, Szakácsi Sándor. Jacqueline Bisset, Menszátor Magdolna. Armin Müller-Stahl, Pap János. Debra Messing, Balázs Ági. David O'Hara, Csúlya Imre. J.W. Bailey, Szersény Gyula. Luca Barbareschi, Németh Gábor. További magyar hangok. Urbán Andrea, Jakab Csaba, Farkasinszki Edit, Konrád Antal, Háda János. A sátán szerepében Jeroen Krape, Úri István. Pilátus, Gary Oldman, László Zsolt. Zenéjét szerezte Patrick Williams. Gyere vissza! Mit csinálsz? Hát mindenedet! Fényképezte Rafaela Mertes. Forgatókönyvet írta Suzette Couture. Hadd üdvözöljelek elsőként én, Pilátus helytartó. Úgy tűnik, te vagy az egyetlen, aki üdvözöl. Rendezte Roger Young. Én voltam az egyetlen. Hódító nem vár meleg fogadtatásra. De ezek nem törődnek bele, hogy hódító vagy. Majd idővel. Júdea a legháborgóbb tartomány. Hallottam. Miért? Tele van zsidókkal. És te ki vagy? Livio, római polgár. Miért vagy itt? Van, aki szerint Cézár történésze vagyok. Van, aki szerint sokkal inkább Cézár kíme. Mária. Gyönyörű nap van. József és a fiad visszatértek már? Nem. Biztos találtak munkát Jeruzsálemben. Isten veled. Isten veled. Nincs élelmünk. Menjetek tovább. Nem koldulunk. Munkát keresünk. Ácsok vagyunk, nagyon jó, ácsok. Itt nem maradt munka. Azt mondták, vegyek fel zálogot a jövő évi gabonára. Befizettem az adót Rómának, de mindenem elfogyott, amin volt. József vagyok Názáretből, ő meg a fiam Jézus. Názáretből? Nagy út lehetett. Munkát keresünk. A gabona éjszakon se jó. Mandulát termelek, a fiamnak szántam. Itt szívesen látnak. Isten megáldjon, és védjen utadon. Isten? Elveszett a földem. A fiamra Indulj. Nem maradt semmi. Menj! Hol van az Isten? Poncius Pilátus. A tiszteletre méltó római. Herodes Antipas Galilea irányítója. Üdvözöl. Köszönöm az üdvözlést, Heródes. És Cézár áldását küldi a földednek és a királyságának. Bemutatom a feleségemet, Heródiást.
A mostoha lányomat, Salomét, és római polgártársad, Liviót. Már találkoztunk. Kérlek, ülj le mellém. Megmondom, meglepett a város. Milyen szempontból, helytartó? Az épületek lenyűgözőek. Apám érdeme. A nagy Heródest imádta a népe. Gyűlölték. Azt mondták, gonosz ember volt. Igen, tiszteletlenül beszélsz az apámról. Mint a fia, én hős vagyok a népemnek. Minden vicc róla szól. Félreértesz. Rómában uralkodását úgy nevezzük, diktatúra. Tudod, volt egy vicc, ami így szólt. Biztosabb Heródes disznajának lenni, mint a fiának. Mert disznót nem esznek a zsidók. Poncius Pilátus talán szívesen megnézni Izrael legnagyobb épületét, a templomot, mint atyám építtetett, aki Augustus barátja volt, én pedig a barátja vagyok Tiberiusnak. Ez különös. Sose hallottam, hogy említett. Köszönöm a fogadtatást. Meg fogom látogatni a templomot, ahogy javasoltad. Vidd magaddal a katonáidat! Büszkébb mutassák a jelvényüket! Livio, miért mutassák a jelvényüket? Elmondhatom, de elvész a mulatság. A templom főpapja Kajafás, Róma nevezte ki. Különös helyzetben van. Egyrészt úgy tűnik, mintha a népe oldalán állna, de ugyanakkor Róma lekötelezettje. Nagyon keskeny út ez. Köszöntlek, Poncius Pilátus! Kajafás vagyok. A templom főpapja. Azért jöttünk, hogy lássunk. Mivel átvetted Júdea helytartójának tisztét. Köszönöm, főpap. Engedd meg, hogy a lényegre térjek. Róma elégedetlen, hogy oly sok légiót kell ezen a nyugtalan földön tartani a béke fenntartásáért. Az adók nem fedezik a kiadásokat. Te a múltról beszélsz? Ez a rendetlenség a te romlott vallásodból fakad, amely egyenesen ebből a templomból jön. Ennek mától vége. A katonáim mostantól a nap minden percében itt fognak állni. Parancsod bemocskolja a templomot! A vallásunk nem enged faragott képet a templomba. Katonáid fenyegetőek a templomban. A zászlóik sértik a törvényeinket. Mint a jelvények és a faragott képek, és mint a Cézár képét ábrázoló faragványok. Ezek a pajzsok mind Róma uralmát jelképezik. Nem lehet épület Júdeában, még templom sem, ahol ne legyenek kitéve. Amit a vallásotok tilt, azt Róma követeli! Leborulunk a kardotok előtt. Itt van a csupasz nyakam. Vágja le, Róma! Inkább meghalunk, de nem hagyjuk bemocskolni a templomot. Helytartó,
túl sok vér lenne elsőre. Biztos vagy benne, hogy Róma örülne, ha megöletnéd a templom összes papját? Mária, ne bámuld úgy Jézust. Sose fejezi be az ajtót. Jó, mikor ácsok érkeznek, igaz, Mária? Mert nincs rosszabb a nyikorgó ajtónál, nem de? Van más, ami nyikorog? Van valami, ami eltört, de nem javítható. Sok mindent javítok. Törött szívet is? Zavarba hoztad Máriát. Te pedig megigézted. Gyönyörű lány. Asszony. Ő asszony, Jézus. Férj kell neki. Szegénység és éhezés. A rómaiak azt mondják, elhozták nekünk a világukat. Más se hoztak, csak bajt. Csak bajt, Lázár. Imádkozni hagynak. A templom még áll. Egyelőre. De eljön a nap, amikor úgy döntenek, azt is lerombolják. Eltörlik. Elég a bánatból. Lássuk, befejezte a munkát a fiam a húgaid mellett. Szóval, végeztünk? Mi igen, de te nem sokat csináltál. Én vagyok a munkafelügyelő. Az én dolgom ülni és felvigyázni. Hát ezt remekül csinálod. Lázár azt mondja, bőségesen fizet a javításért. Lázár sose fizetett senkinek bőségesen semmiért. Hallottam a megjegyzésed. József és Jézus vérszerinti rokonaink. Azt hiszed, hagyom fizetség nélkül dolgozni őket? Az igazság az, hogy nem fizet semmit. Mária meg én egész nap dolgoztunk, hogy legyen étel és bor vacsorára. Tehát bőségesen lesznek megfizetve. Felindult, és ment, és ment, és mikor hátra nézett, nem hitt a szemének. Nem kellene, bőven elég. Ne légy büszke. Dolgoztál, kifizetem a béred. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Lázár. Még egyszer köszönjük. Jézus? Igen. Máriának megkérte a kezét egy betániai fiú. Gondoltam, tudnod kell. Ő téged szeret. Ezt is tudnod kell. Úgy bánsz vele, mintha nem jelentene semmit. De sokat jelent nekem. Akkor mondd el neki. Mária? Lázár az imént mondta. Nem én akartam. Tudod? Mária, kérlek. Azt kívánom. Azt szeretném, ha megértenéd. Úgy érzem. Szerencsés utat! Kinyitni! Hol a férjed? Júdeában dolgozik. A hegyekben van, bujkál. Mint a többi férfi. Hogy ne kelljen adót fizetnie.
Igen, tartozol a jövedelmet egyharmadával. 2 éve. Tavaly elhalasztottad. De ez így nem mehet tovább. Mehet a kecske. Ó, kérlek, ne! Nem lesz tejünk! A többit akkor viszem, amikor a jövő hónapban visszajövök ebbe a büdös faluba. Ha itt lettem volna, kidobtam volna az árulót, az utcára! József, senki nem tehetett volna semmit. Zsidó létére, a rómaiaknak dolgozik. Szégyelhetné magát, szégyel! Gyertek enni, gyertek enni! Ha arra gondolok, mit éltünk már át, és egyre rosszabb lesz. Mikor? Mikor lesz végre vége népünk szenvedésének? Engem kérdezel? Én vessek véget a szenvedésnek? Mikor lép már? Ha eljön az ideje. És tudni fogja. József, ne beszélj így. Amióta megszületett, nem volt semmi jel. Semmi jel. Két napja láttunk egy parasztot, aki elhagyta a házát. Mindent elveszített, amiért dolgozott. Mi nem leszünk földönfutók. Isten vigyáz ránk. És rá is. Anyám, tudom én, mit akar apám. Tudom, azt hiszi, azt hogy ez... Azt hiszi. Azt tedd, amit a szíved mond. Gyere be a házba, kérlek. József! József! Apám! Gyere! Apám! Gyere! Jézus, gyere! Apám, jól vagy? Mi történt? Jézus... Itt vagyok, mi van? Szerettelek. Szerettelek. Mint a sajátomat. Mint a saját. József, ne! Atyám, ez túl nehéz. Amikor nagy szükségben vagyok, akkor veszed el. Azt akarod, hogy kilépjek, de egyedül hagysz. Hogy kérheted ezt? Nekem semmim sincs nélküle. Kérlek, add vissza nekem. Meg tudod tenni. Add vissza nekem. Jól van. Értsd meg, bajban vagyok. Nem tudom megjárni az utat egyedül. Emeld fel a karjaimba. Legyen meg a te akaratod.
Nem tudom egyedül csinálni. Támaszd fel. Add vissza! Kézügyesség. Én nem vagyok olyan tehetséges, mint ő. Ő szeretett téged. De csalódott. Félt, hogy te csalódtál. Hogy? Tudta, hogy atyád a mennyben van. József az apám. Harmincegy éve olyat kellett mondanom, ami megtörte a szívét. Egy angyal. Egy angyal. Egy angyal! Ez a legjobb hazugság, ami eszedbe jutott. Ez nem hazugság, József. Egy angyal. Hívő vagyok, ne légy szentségtörő. Ez az igazság. Angyal, angyal. Éppen ezen a helyen. Éppen téged választott. Isten téged talált. Isten téged talált. Ebben a nyomorúságos kicsi faluban. Egy angyal. Igen. Persze. Csak egy angyal. Egy angyal. Igen. Érted ezt? De azért feleségül vett. Nem, nem vett. Úgy döntött, hogy elhagy. El akart küldeni, hogy csendben szüljek. Nem akart elvenni. Talán azt hitte, megőrültem. Dehogy hitte, állandóan erről mesélt nekem. Azt hitte, ő őrült meg, mikor egy angyal megjelent álmában. Tiszta szívből szeretett. És téged is. A saját fiaként. Az is voltam. El kell indulnod, hogy megtaláld a választ. Hagyjalak itt. Ezt kéri tőled az atyád. Annyi örömöm volt benned. Hallottuk, mi történt. Gyere be, kérlek. Hogy utaztál? Hosszú út volt. A temetés? Szép volt. Mindannyiunk vesztesége. Köszönöm. Beszélhetek Máriával? Hát persze. Gyere, bátyám, menjünk. Mária. Jézus. El kell mondanom valamit. Tudod, apám halála véget vetett az eddigi életemnek. Meg kell találnom az utamat. Az hova vezet?
Nem élhetek veled. De hát miért? Egyedül kell élnem. Mi a bűnöm, hogy elfordulsz? Nem tehetsz róla. Talán mást szeretsz? Nem. Nem. Nem az vagyok, akinek gondolsz. Tudom, ki vagy. És tudom, hogy szeretsz. Én is téged. Mária, éld a saját életed. Nélkülem. Kedves. Miért bánsz így a hugommal? Sajnálom, Lázár, nem vehetem el. Mióta hitegeted? Aztán jössz egy mesével, hogy az élet nem a tiéd. Mit jelent ez? Sajnálom, Lázár. Takarodj. Jézus! Márta! Jézus! Bármi legyen is, tedd, amit kell. Jó utat! Ahol Izrael népe egyszer átkelt győzedelmesen Isten által vezérelt bolyongásaiból ide, a szabadságba! Ha-ha-ha! Nézd ránk ma! A vezetőink gyengék és bűnösök. Képtelenek a szövetség szellemében élni, vagy betartani a törvényt. Izajás próféta azt mondta, most meg magad! Tedd magad tisztává! Üzd el a gonoszt tetteidből! Tanulj jót tenni! Ki akar megkeresztelkedni ma, hogy megmutassa, megtisztult? Keresztelő, tisztíts meg! Gyere! Mindenki, aki meg akar keresztelkedni, meg fog tisztulni. A keresztelés azt jelenti, hogy kötelességetek már kiszabatott. Gyűlölni a jogtalanságot, harcolni az igazak csatáját. Megkeresztellek ezzel a vízzel a bűnbánásért. Üdv, János! Felismered a rokonodat? Jézus? Nem ismerek rád. Te rám? Nézd meg magad! Pusztába kiáltó próféta vagyok. Illik az öltözetedhez. Gyere, ülj le! Köszönöm. Egyél velünk. Ez az ember rokonom és barátom. Jézus, Názáretből. Köszönöm. Mikor is láttalak? 20 éve. Hogy vagy? Mit csinálsz most? Hogy van József és Mária? József nemrég halt meg. Sajnálom. Anyám jól van. Én Ács lettem. Apád büszke lenne rád. József azt akarta, más legyek. Szolgáljam Istent, mint te, János.
Itt szívesen látunk, Jézus. Köszönöm. József jó ember volt. Sokat tanultunk tőle. Emlékszel az első jeruzsálemi útra? Hát persze, Pászka ünnep volt. Ez itt a Szent Templom. Holnap be is fogunk menni. De ma este mi ott ütünk tábort, mondjuk ott. Gyertek! Senki idegen nem mehet be az előudvarba. Kit rajta kapnak, vessen magára, mert következménye halál. Következménye halál. János, Jézus, gyertek, menjünk. Nézzétek, milyen szép. Gyönyörű. Gyönyörű templom. A szentély. Ha benéztek, meglátjátok az arany menórát. A szentély hátsó részében, a legbensőbb kamrában a szentek szentje van. Kell, ha holnap sötétedés előtt haza akarunk érni. Nincs meg Jézus. Biztosan előre ment Jánosékkal. Szóval már is indulunk. Mária. Megyek. Induljunk már. Mária. Megyek, József. Nincs itt. Senki nem látta. János? Alszik. Már Jeruzsálem óta nem látta. Azt mondtad, velük van. Igen. Azt hittem. De nincs itt. Te arra megy! Én az utcákon keresem. Ha megtalálod, itt várjatok. És majd? Majd. Jézus! 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 Elnézést, nem látott egy kis fiút? A béke királya lesz. Mikeás próféta azt mondja, a kardjukból ekevasat kovácsolnak, a láncsájukból pedig sarrót. Nem ragad többé kardot nemzet ellen, nem tanulják többé a hadviselést.
az anyád meg én 3 napja keresünk téged. 3 napja! Miért tetted ezt velünk? Miért kerestetek? Nekem atyám dolgaiban kell fáradnom. Az atyád dolgaiban. Láttad visszafelé az embereket a kereszteken? Rettenetes emlék. A rómaiak annyira unták a keresztre feszítést, hogy fejjel lefelé kezdték csinálni. Puszta szórakozásból. János. Megkeresztelsz engem? Ha bevallod bűneidet, és Istennek szenteled az életed, hát persze. Názáreti Jézus, megkeresztellek a bűnbánat vizével. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Íme az Isten báránya. Tudod miért? Hogy megkísérts. A Szent Szellem a pusztába hozott, és hagyta, hogy érezd, amit egy férfi érez, ha én teszem próbára. De ehhez mondj le minden kiváltságról. Olyannak kell lenned, mint ők. Sebezhetőnek, magányosnak. És kicsit olyannak, mint ők. Vedd le a páncélot. Hagyd el a védelmet, ami erőt ad neked. Üresítsd ki isteni természeted. Üresítsd ki magadból, atyád, Jézus. Akarod érezni, amit az emberek éreznek, Jézus? Az Atya védelme nélkül? Tudod, hogy erre szükség van. A Szentlélek mondja, nem én. Csak így tudjuk kihívni egymást. Akarom. Köszöntelek az életben, Jézus.
Nem nézel ki túl jól, Jézus. Éhes vagy? Igen. Parancsold ennek a kőnek, hogy változzon át kenyérré. Hívjam atyám erejét. Tudsz parancsolni a köveknek, vagy nem? Én a fiú vagyok. De van hatalmad. De ha így használom fel, kudarcot vallok. Az igét nem a kényszer erejével kell elvinnem az emberekhez. Én csak kenyeret kértem, hogy elűzze az éhségedet, Jézus. Az emberek éhesek. Etesd meg az éhezőket, Jézus. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az igével is, ami kijön az Isten szájából. Nem érted a lényeget, Jézus. Megvan a hatalmad, hogy megold az emberiség problémáit. Etesd meg őket. Jól tudod lakatni őket. Azért küldtek, hogy az igazsággal tápláljam őket. Ők kenyérre éhesek. Nem azért halnak éhen, mert másoknak kőből van a szívük, hanem mert Isten akarja így. De te ezen tudsz változtatni. Akkor majd meghallgatnak téged. Hm? Egy paraszt Názáretből. Te csak is te tudod az igazat. Isten küldött. Más is szól igazat. Megint mások eltörlik őket. Évezredek óta. De te... fognak rád hallgatni? Hm? Miért? Fognak. És hogy akarod ezt elérni? Hogy éred el, hogy hallgassanak rád? Majd én segítek neked. Csak egy mód van rá, hogy észrevegyenek. Meg kell győznöd őket, hogy Isten küldött. Vesd le magad, hisz angyalai oltalmaznak. Úgy majd látják, hogy az vagy, kire hallgatni kell. Hallgatni fognak rám. Olyas valakire biztos, aki erre képes. Atyám nem ezt akarja. Ha csak a természet törvényeit kell próbára tenni, nem engem küld. Ne kísérd uradat, Istenedet. Názáreti Jézus, Jeruzsálemi Jézus, Egyiptomi Jézus, Betániai Jézus, Betlehemi Jézus. Hol jártál máshol, Jézus? Sehol. Sehol? Akkor nem érted, mekkora a tét. Hadd mutassam meg. Hatalom. Jézus, hatalom, ne légy másodhegedűs, légy első, én már éreztem a hatalmat. Mostanáig nem voltál rá képes, most már lehetsz első. Tudod, mit jelent ez, Jézus? Nem. Minden ember a hatalmat akarja, jobban, mint bármi mást a világon. Ölnének érte. Nincs értékesebb dolog, és a tied lehet. Hogyan? Ha leborulva hódolsz előttem, csak egyszer, a létezésen kívül, az idő előtt és után, csak egyszer. Kicsi ár ez a jutalomhoz képest. Távozz tőlem, sátán! Írva van uradat, Istenedet imádni, és csak neki szolgálj! Nem alapítok földi királyságot, hogy a leghatalmasabb legyek! Inkább a legszegényebb. Én vagyok Isten báránya. Még találkozunk, Jézus. Ez még csak a kezdet.
Gondolod, hogy jön? Ha ennyi ideig a pusztában volt, már nem él. És ha nem él, nem az volt, akinek hitt. Menj haza, hogyha akarsz. Azt hiszed, tényleg ő az? Ott van! Rabbi! 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 Miért neveztek így? Ott voltunk, amikor megkereszteltek, és János az Isten bárányának nevezett. Te vagy a messiás! Biztos vagy benne? Igen! Nem. Hogy találtatok meg? Keresztelő János mondta, hogy hol lakik az anyád. Mit akartok? Hogy követhessünk. Rabbi, hol laksz? Megmutatom. Ó, Jézus! Mennyit aludtam? 2 éjt és 1 napot. Álmodtam az ágyról, a házról. József is itt volt. Az a 2 fiatalember odalent. Mit akar? Követni akarnak. Helyes. Még nem állok készen, anyám. Betlehemben, az istállóba, a fogadónál királyok jöttek, hogy hódoljanak neked. Drága ajándékokat hoztak. Tömjént, mirát. Nem utaztak volna olyan sokat csillagok nyomán, ha nem az Úr vezeti őket. Mi ez? Hm? Nagyon szép. Te csináltad? Nász ajándékul szántam Benjaminnak. A kicsi Benjamin megnősül. Igen. Menjünk. És a követőid? Barátaim, esküvőre megyünk. A keresztelő azt mondta, ő az. Nem elég. Ha nem fogadjátok el őt, miért követitek? Népünk Róma rabszolgája. Harcosainkat megölték. Ő pedig szórakozással tölti az időt. Ő is ember. Igen. Nem kétséges többé. Halászok vagyunk. A testvéreink a Galahéi tavon dolgoznak. Nekünk is ott kéne lennünk. Miért? Pénzt keresni? Az élet több annál. Mi választ keresni indultunk, és őt találtuk.
Követitek őt? Kövessük? Igen. Miért? Szomjan halok. Hozok neked bort. Mi a baj, András? Nem táncolsz? Majd táncolok. Ha Izrael végre szabad lesz. Akkor az lassú tánc lesz. Ha rád várunk, ez sose következik be. Amikor megtaláltam keresztelőjárást... András! De azt mondta, te vagy az. Te meg borivással és tánccal töltöd az idődet. Fogytán van a boruk. András, sajnálom, hogy csalódást okoztam. Én csak Jézus. Egy... Igen. Fogytán van a boruk. Mit akarsz tőlem, asszony? Segíthetnél, talán. Nem jött el az idő. De eljött. Eljött az idő Andrásnak. És Jánosnak. És talán mindannyiunknak. Anyám, még nem jött el az én órám. Jézus majd segít nektek. Elfogyott a bor. Tegyetek meg mindent, amit mond. Andrásnak tudnia kell. A világnak kell tudnia. Itt az idő. Töltsétek meg az edényeket vízzel. Vízzel? Igen, vízzel. Rendben. Köszönöm. Jézus, a korsok tele vannak. Vigyétek a násznagynak. Ez hihetetlen. Így áll, András. A csésze, amire vágytál. Ő, aki választott. Ne félj követni őt. Akinek két kabátja van, az egyiket adja annak, akinek nincs. Akinek étele van, tegyen ugyanígy. Adószedő! Ne szedj be több adót, mint amennyi elő van írva! Heródes! Antipasz! E népnek az ura! Lépj ki! Állj! Heródes! Antipasz! A nép királya! Gyere! Izrael sarkából is hallottam rólad, János, Zakariás fia. Eljöttem, hogy meghallgassam az üzenetet. Meg kell bánnod, Heródes Antipasz, a bűneidet, amit elkövettél a néped ellen. Békés szándékkal jöttem. Milyen bűnökről beszélsz? Bűnben élsz ezzel a nővel, Heródiással. Fékezd a nyelvet, proféta. A testvérével házasodtál, és most mégis vele ház. Hazudsz! Mocskos hazug! Anyám! Salome! Te piszkos és büdös vagy. De tudjuk, hogy nem hazudsz. Bánjuk a bűneinket. Salome! Salome, hallgass! Hallani akarom a szavaidat, de nem hagyom, hogy sértegesd a feleségemet. Senkinek nem engedelmeskedem ezen a földön. Csak Isten akaratának! Ti bűnösök vagytok! Vidd a sátáni asszony, bánd meg a bűneidet! Tartóztasd le! Indulunk! Ne! Salome!
Te csak most kezd érdekes lenni. Salome! Nekem hátat fordíthatsz, Herodes Antipas, de az Istennek nem fordíthatsz hátat. Indulj! Vigyázz, mert aki én utánam jön, tűzzel fog keresztelni! Gyáva vagy. Drágám. Tartóztasd le a hazugot. Drágám, olyan sok szörcsuhás prédikátor kiabál a mennyországról. De ő ezreket vonz. Ezreket? Aligha. Király akarsz lenni? Hát viselkedj úgy. Fogasd le! Jakab! 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 Simon! Jakab! Simon! Simon! Szó nélkül mentetek el! Itt hagytatok minket halászni! Még jó, hogy Jakab itt volt! Megtaláltuk! Igen! Úgy kiabáltok, mint a háborodottak! Hát nem érzed? Csak azt, hogy vizes vagyok. Nem érzed a jelenlétét? Elment az eszed. Miről beszélsz, András? Nézzétek, ott, a Messiás. Te is bolond lettél? A csendes Jakab, a hangos és szigorú Simon. Te mondtad a testvéremnek, hogy te vagy a Messiás? Rabbi vagy? Egy ácsfia. Honnan származol? Názáretből. Názáretből. Názáretből, igen. Jöhet valami jó Názáretből. Üres a ladikod. Egész éjjel dolgoztunk, miközben ezek ketten követtek téged, hogy mit is kerestetek ti pontosan? Én megtöltöm a hálót. Beszállás Messiás. A Messiás megtölti a hajónkat. Na, merre vannak a halak? Menjünk a mély víz fölé. Milyen eredeti? Simon, ő az. Borrá változtatta a vizet. Igazán? András, merj egy kis vizet. Rám férne egy kupa bor. Nekem is adhatnátok. Vesd ki a hálót. Most. Jakab? Csak azért teszem, hogy lássátok. Egy szamarat követtetek. Mit gondolsz, Jakab? Vontassuk, vagy hagyjuk lemerülni? Nem tudom. Kérdezd az ácsot. Ő mindent tud a halakról. Húzzátok be! Alig egy percig volt a vízben. Húzzátok! Rendben, Jakab, húzzuk be! Ne nevessetek! Segítsetek! Ki vagy te, hogy parancsolni tudsz a halaknak a vízben? Kövess engem, Péter. Emberek halásza leszel. Az én nevem Simon. Víz! Víz! Várj! Megengeded, hogy ígyunk a vizedből, igen? Igen. Hey! Te vagy az a názáreti, igaz? Láttalak a kánai mennyegzőn. Azt mondták, hogy vízből csináltál bort. Igaz ez?
Megtetted? Igen, megtette. Borrá változtatta a vizet, láttam. Én is láttam. Nézzétek, ő az, a názáreti Jézus, aki borrá változtatta a vizet. Uram, názáreti Jézus, ha meg tudod tenni, meggyógyítod a fiamat. Gyertek, kérlek, könyörgök. Várj! Ez az ember csaló, egy hamis messiás. Nem. Higgyétek el, ő a messiás. Ki akarja csalni a pénzeteket? Igen, mindennapos eset. Csendet! Csendet! Nézzétek a mestert! Hiszel a segítségben? Igen. Kelj föl és járj! Ő a messiás. Meggyógyította. Te is láttad. Igen, láttam, de nem hiszem el. Hidd el. Hogy hívnak? Tamás. Gyere velünk, Tamás. Kövesd a messiást. Gyere! Ahogy kívántad. Nem beszélhet többé ellened. Töltsd meg a palotád faragott képekkel, és felejtsd el az Istent. Vágjátok ki a nyelvét, és dobjátok a kutyáknak. Tartsátok meg Isten szavát! Не
Nyisd ki az ajtót. Cézár jött az adóért. Cézár jött? Ej, ha hogy leesett a nagy hatalmú? Fizes adót. Szégyeld magad! Te egy zsidó rómának dolgozol! Az adót utak viaduktok építésére fordítjuk. És megtömitek a zsebeteket! Hajlandó vagy fizetni, vagy elvitesselek velük. Zelóták. Nem tudom, mire Ennek a Zelóták! Gyere! Zelóták! Meneküljetek! Jézus! Ha, persze! A legújabb messiás! Már híred van! Megmented a néped, messiás! A vérontás nem segít. Ha elég római vért ontunk, igen. Izrael földjét vérborítja, mégis szolgák vagyunk. Nem lesz változás, míg le nem mosod a kezedről a vért. Ne! Barabás vagyok. Talán neked is jót tenne egy kis vér. Ne! Ne! Most is szeretsz, messiás. Látod, ezt teszi Róma a népeddel. Nap, mint nap. Üss meg újra. És ha elfáradtál majd... Akkor fáradok majd el, ha nem lesznek többé légiók. Pontosan, mikor lesz vége? Ha szabadok leszünk. Ha megtanultok szeretni, szabadok lesztek. Üres szavak. Semmi több. Ne tömd a népedet üres ígéretekkel, messiás. Én fogom felszabadítani Izrael népét, názáreti Jézus. Ezzel a karddal itt. Te rómaiakat siratsz? Embereket? A rómaiak nem emberek. Gyűlöleted neked át, barátom. A gyűlölet hasznos fegyver, ha jól használják. És nem vagyunk barátok. Várj! Szabad a te Izraeled. Most, hogy ezek az emberek halottak? Ne. Akkor kövess. Légy velem szabad. Én vagyok az út. Te! Adószedő! Hogy hívnak? Lévi. Alfeus fia. Mostantól legyen a neved Máté. Akarod megölni Cézár adószedőjét? Kövess engem, Máté. Hova? Az otthonodba. Gyere, Júdás. Iskarióti Simon fia.
Hited velem van. Honnan tudja a nevem? Kövesd őt, és megtudod. Ezt az ételt lopott pénzen vették. Mondtam neki. Örülök nektek. Máté, köszönöm a vendéglátást. Mester, miért csinálod ezt? Mit? Nálam eszel. Egy adószedőnél. Nem látod, hogy gyűlölnek? És igazuk van. Megvetem magam. Miért? Lopok tőlük. Mindegyiktől. Hagyd abba. Adj vissza mindent, és kövess engem. Egyszerű. Jakab, Péter, miért nem esztek? Nagyon finom. Én próbálom szeretni. Nagyon igyekszem. Csak próbáld tovább, Péter. Próbáld csak. Születésnapot! Csodálatos! Salome káprázatos, ez jutalmat érdemel. Add neki, amit csak kér! Remélem, engem kér! Kérj, amit akarsz. Megígérem, teljesítem, Salome. Akármit? Akármit. Ennyi, ez nem igazság, Salome. Anyád kívánságai túl drágák. Mondd meg, mit kérsz. Akármit. Nézd, gyermekem. Ez csak egy tánc. Megígérted? Azt mondtad, akármit fizes, Antipász. Fizes! Fizes, Herodes, Antipász! Fizes! Állnom kell a szavam. Akármit. Keresztelő János fejét akarom. Ha, 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 ha.
De gyermekem! Nem szabadítasz meg a patkánytól, a szent embertől, aki nyilvánosan Szajhának nevez! Hozzátok ide Keresztelő János fejét! De tányéron! Megbocsátok, mert a mennyei királyságban fogok élni. Lopod a pénzemet, Mária Magdolna? Elveszem, ami jár. Te fizethetnél nekem? Élvezetben volt részed. Ó, persze. Fogok is. Legközelebb. Ma este? Nem. Miért nem? Én döntöm el, mikor, nem te. Mi történik? Megjött a legújabb messiás és a követői. Ébresztő, ébresztő! Gyere! Pénz! Ébresztő! Pénz! Pénz, pénz, pénz! Menj! Menjetek! Pénz, pénz! Az a názáreti Jézus Jeruzsálembe jött. Jézus? A názáreti? Csak pár perce. Ő állítja magáról, hogy mesiás. Ő is olyan, aki ezt állítja magáról. Helyes. Vigyétek elé az asszonyt, és kérjétek, hogy ő ítélkezzen. Vizsgázzon az emberek előtt. Kiderül, hogy csarlatán, és szépen elfelejtik. Le kell leplezni a csalókat. Veszedelmes emberek. Hozzátok! Te szégyentelen! Egyszer egy királynak volt egy kincse. Elásta a földbe. És amikor megtalálták a kincset... Názáreti Jézus! Te mit mondasz? Házasságtörő parázna! Tanító! Ezt a nőt rajta kapták, amint házasságtörést követett el. Mózes azt parancsolja, hogy kövezzük meg.
Te mit mondasz, mester? Törbe csalják. Ez csapda. Úgy tudom, te Mózes törvényei szerint tanítasz. Mit mondasz, názáreti? Az vess rá az első követ, ki bűntelen közületek. No csak, senki sem ítélt el. Senki, uram. Én sem teszem. Kérlek, menj. De többé ne vétkezzél. Menjünk a templomba. Holnap folytatom. Akarsz jönni? Hová? Számítasz? Igen. Én döntöm el. Szabadon. Még nem vagy szabad. De az lehetsz, ha velünk jössz. Úgy bántál vele, mintha ember lenne. Mint te? Váltsatok pénzt, hogy fizessetek a templomnak! Váltsatok pénzt, hogy fizessetek a templomnak! Nézd, milyen szép munka! Tőlem vegyetek, emberek! Tőlem vegyetek! Ez az én atyám háza! Az atyám háza imádkozásra való, nem üzletelésre! Adót fizetünk! Mégis többet foglalkoznak Cézárral, mint az Úrral! Elfelejtették az Isten szót! Azt mondod, ne fizessünk adót Rómának? Ki van ezen az érmén? Tiberius! Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni! Újra Isten házává teszem a templomot! Mert ti rablók barlangjává tettétek! Én a imádság házává teszem újra! Isten házává teszem a templomot! Zakarodjatok innen! Zakarodjatok innen! Kifelé! 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 Ez Izrael megújhodása! Vigyétek innen ezeket a holmikat! Vigyetek innen mindent! Ne csináljatok piaszteret atyám házából! En
Enrico Sabatini emlékére. Magyar hangok. Szakácsi Sándor, Menszátor Magdolna, Pap János, Balázs Ági, Csúlya Imre, Szersény Gyula, Németh Gábor, Úri István, Urbán Andrea, László Zsolt, Farkasinszki Edit, Jakab Csaba, Konrád Antal, Háda János. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Hajzler László, vágó Makai István, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Maukner József. A szinkront a Masterfilm Digital készítette.